Súlyos betegség után életének 49. évében hunyt el dr. Pál Tibor történész. Ma délután 4 órakor kísérték örök nyugalomra a temerini nyugati temetőben. Pál Tibor számos ismerőse, munkatársa, tanítványa rótta le kegyeletét. Munkásságáról, a szakmához és a magyarságot érintő kérdésekhez való hozzájárulásáról a Szent György lovagrend tagjai, valamint Szalma József, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke szóltak. Egész kisebbségi társadalmi közösségünk számára jelentős tevékenységet folytatott. A legnehezebb időkben is kiállt elvei mellett, mondta búcsú beszédében Szalma József. A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület tagjai József Attila Tiszta Szívvel című versével, valamint hegedű szóval köszöntek el Pál Tibortól.